Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy lehet látni, megint a BTRFS-sel fogunk foglalkozni, most már nem véleményvideó lesz, nem az alapokat fogjuk átvenni, tehát mi micsoda, meg milyen gondolataim vannak vele, hanem keményen belecsapunk a lecsóban. Azt kell tudni, hogy én feltelepítettem a rendszeremet, azaz egy Manjaro rendszert a BTRFS file rendszerre, és ebből indulok ki. Tehát, hogyha véletlenül valami nálad egy kicsit másképp működik, vagy más a file név, vagy esetleg más a program neve, akkor vedd ezt figyelembe. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy akkor is használhatsz te BTRFS file rendszerű lemezt, mondjuk adattárolásra, hogyha a te rendszered X4-esen van, tehát felcsatolható. Egyértelmű, megfordítva is, tehát mivel hogy én Manjaro és BTRFS file rendszeren vagyok, nyugodtan fel tudok csatolni ugyanolyan lemezeket, amiket előzőekben használtam. Nyilván, ha felraksz egy rendszert, el tudod dönteni, hogy az új lemezeket milyen reformázod, illetve a régi lemezeidet átformázod, vagy nem, saját dolgod. Én abból indulok ki, hogy a rendszer is, illetve a felcsatolandó, meg használandó lemezek, azok BTRFS file rendszerűek. Azt fogom megmutatni első körben, hogy hogyan lehet egy lemezt átformálni, egy üres lemezt átformálni. De az első lépésekként elmondanám, hogy fel kell rakosgatni pár programot, nem feltétlenül kellenek kényelmi programok. Ezek kényelmi programok, mindent meg lehetne csinálni terminálba, azt jelen pillanatban hanyagolom. A kezdőket nagyon elijesztő a terminálos munka, a haladók meg utána tudnak nézni, hogy ugyanezeket a gondolatokat hol lehet konfigurációs fájlba vagy terminálos programokkal megoldani. Azaz fel kell tenni, nyilvánvalóan nem nagy meglepetés, a megfelelő programokat, tehát sudo pacman kötőjel s, és ezeket a programokat fel kell rakosgatni. Ezek azért jók, mert kényelmesen grafikus felületen fogjuk megtenni azokat, amit egyébként hosszabb parancsorral is megtehetünk, illetve természetesen látni lehet itt, hogy a group BTRFS arra való, hogy a groupba bekerüljenek a pillanatképek, illetve a snapat, az vigyájunk, nem a snap rendszer csomagkezelőnek a dolga, hanem természetesen a pacmannal, ha te valamit telepítesz, ez a kis eszköz észleli, és egy visszaállítási pontot, egy pillanatképet fog tenni, tehát a groupnál természetesen a groupba fog bekerülni az, amelyik neked fontos, illetve a rendszer szerint neked fontos, a snap paccal pedig ilyen visszaállítási pontokat tudunk készíteni automatikusan, akkor, hogyha valamit feltelepítünk, nagyon kényelmes, tehát hogyha ezek a lehetőségek megvannak, akkor használjuk. Na hát lényeg, fel fogjuk ezeket telepíteni, utána nyilván első körben csinálunk egy adatmentést, egy visszaállítási pontot, tehát beírjuk, hogy sudo snapper, kötőjel C, rot, create, csinálj egy ilyen nevű, nekem kezdeti nevű adatmentést, tehát egy pillanatképet, biztosan, hogy biztos készíts el. Egyébként ezt azért is érdemes megcsinálni, mert az összes olyan adminisztratív műveletet, könyvtár létrehozása meg egyebet, ő el fog végezni, amit kellene csinálni, tehát nem lesz ezzel semmi gond, de legyen egy kezdeti, azaz akármilyen elnevezésű, kezdeti visszaállítási pontot egy darab pillanatképen. Utána adminisztrálunk, megmondjuk a rendszernek, hogy ez a könyvtár a felhasználók tulajdonába kerüljön, írható, meg futtatható legyen ott minden, azaz a főkönyvtárban, a gyökérkönyvtárban automatikusan a program által létrehozott snapshot könyvtárra legyen jogosultsága minden felhasználónak, tehát azért mindenki tudja azt használni, miért fontos ez. Nehogy már véletlenül jogosultsági problémám legyen menet közben, azaz felhasználóként is, rootként is, meg mindenképp ezt a könyvtárat, ezeket az adatmentési pillanatképeket el tudjam érni, kezelni tudjam, és ennyi. Gyakorlatilag többet is beszéltem, mint amennyit ért az egész, ezt a négy sort be kell írni, és utána már kész is van a rendszered.
Nyilván oda kell figyelni mindenre, hogy pontosan elvégezd, de utána már készen vagyunk. Használjuk az adatmentési pillanatképeket, tudjuk használni a programokat. Na hát a következő lépés már egy picit izgalmasabb lesz. Létrehozunk egy lemezen, az én általam kijelölt lemezen, olyan partíciót, aminek a fájlrendszere BTRFS. Szuper lesz! A BTRFS fájlrendszer létrehozása nem azzal indul egy már használatban lévő lemeznél, hogy nekiugrunk, mint a hüle gyerek, hanem első körben rákattintunk a kedvenc fájlkezelőnkre, vagy éppen a terminálba odabattyogunk a megfelelő lemezhez, és megnézzük, hogy van-e rajta valami. Nekem a tesztlemez lesz átalakítva, azaz rákattintottam, és látható, hogy semmi nincs ezen a lemezen. Oké? Okay? Tehát erre nagyon figyeljetek, hogy nem nekiugratok a formázásnak, az átalakításnak, vagy bármilyen olyan műveletnek, ami érinti a fájlrendszert, mert elveszik, és visszaállíthatatlanul elveszik az adat, ami azonnal lemezen van. Persze szólnak a programok, persze mindenki tudja, de azért elég kellemetlen, hogyha olyat formázol le, nagy lelkesedésbe, amit nem kellene. Én jártam így, tehát azért óvok mindenkit attól, hogy nekiugorjon ész nélkül bármely programmal a formázásnak, az átalakításnak. Mi formázunk természetesen. A formázás nagyon egyszerű, illetve a BTRFS fájlrendszer előállítása nagyon egyszerű. Én a Lemezek nevű programot használom, egyébként ez a Gnome Disk. Gnome Disk program, amit érdemes feltelepíteni, szerintem a legjobb, legkényelmesebben használható, nagyon nagy tudású grafikus, ilyen felcsatoló, formázom, rendbehozom, mentek róla valamit, vagy ilyesmi kis programocska, mindenki ismeri, szerintem már volt is róla szó, tehát beírom, hogy lemezek. Beírtam, hogy lemezek, kiválasztom a lemezeket, indítás után megkapjuk a lemezeinknek a listáját, nekem elég sok van, én tudom, hogy erről a lemezről van szó, egyértelmű, meggyőződünk róla, hogy az, tehát véletlenül sem másikra bökünk, rábökünk, és mit keresünk? Megkeresük ezeket a kis fogaskerekeket rákattintva, és az van ideírva, hogy partíció formázása, ezt mindenki ismeri, ők kap egy nevet, kötet név, teszt lesz. Törlés? Szeretnél törölni? Nem, nem szeretném törölni, mert ezen már nincsenek olyan adatok, amiket véglegesen, örökre, visszaállíthatatlanul leszeretnék törölni. Természetesen a partícionálás is visszavonhatatlan, az adatok elvesznek, de megfelelő programmal, megfelelő géppel, tudással esetlegesen vissza lehetne állítani, ez ellen véd egyébként a törlés. Bizonyos fokig természetesen nem X4-esre szeretnék formázni, ez az alapbeállítás, nem ezt szeretnék. Persze nem Windows alá szeretném formázni, meg nem FAT rendszert szeretnék, hanem egyebet rákattintunk az egyebekre, következő. Megadjuk azt, amit ki szeretnénk választani, nem jelent gondot, gondolom, hogyha a BTRFS-re szeretnéd formázni, akkor arra kell formázni. Én nem szeretném jelszóval védeni, ez egy adatlemez lesz, olyan adatok nincsenek nálam, amiket nem lehetne nyíltan tárolni, nyilván ha olyan adat van, az titkosítva, egy megfelelő programmal szoktam titkosítani, nem a fájlrendszert, sokkal kényelmesebb számomra így, hiszen ezen nem lesz olyasmi. Oké, következő, figyelmeztetés, a köteten lévő minden adat elvész. Megint felolvasom, a köteten lévő minden adat elvész. Formázni fogjuk, megnézzük a méretet, és formázás. A formázás lefut, a mérettől, lemezsebességtől, meg gép leterheltségétől függően megfelelő ideig tart. Azaz, mi le fogjuk formázni ezt a lemezt, jelen pillanatban BTRFS fájlrendszere. Így köteteket, alköteteket és egyebeket létre tudunk hozni. Amíg megy a formázás, el kell mondanom, illetve már többször elmondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy kötet, alkötet, hogy csak ezt lehet használni. Általánosságban, hogyha leformázol BTRFS fájlrendszerre valamit, akkor ugyanúgy könyvtárakat fogsz létrehozni, az esetek 99%-ában a kötetek, alkötetek létrehozása megfontolt dolog legyen. Azaz nem a könyvtárakat váltja ki az alkötet vagy kötet,
vagy alkötet, hanem egyszerűen egy lehetőség arra, hogy egy bizonyos plusz szolgáltatásokat igénybe tudjál venni, a kötetek használata nagyon kényelmes. A formázás lefutott, nyilvánvalóan a formázás lefutott, fel kéne ezt csatolni. Általában kettőféle csatolási mód van, az egyik az, hogy kézzel időnként felcsatolod, aztán az kalapkabát, nagyon kényelmes. Én úgy gondolom, hogy most véglegesen fel fogjuk csatolni a teszt elnevezésű könyvtárba ezt a lemezt, amelyiken van egy darab partíciónk, ami éppen BTRFS fájrendszert tartalmaz. Hogyan csatoljuk fel? Hát természetesen fel tudod csatolni úgy is, hogy rákbökszerre, és ő felcsatolja a RUN Media Laci felhasználói név teszt könyvtárba. Ezért érdemes egyébként nevet adni a lemezeknek, mert hogyha te felcsatolod a lemezt ezzel a módszerrel automatikusan, akkor megkapja automatikusan a nevét. A másik lehetőség az, hogy te felcsatoltatod a rendszerre automatikusan egy megfelelő általad kiválasztott rendszerbe. Nyilvánvalóan ez így működik bármelyik fájrendszernél, de én ezt is bemutatom. Azaz első körben megkeressük a fájkezelőnket. Itt van a hagyományos fájszerkezet, könyvtárszerkezet, amit létrehozott a Manjaro. Mi létrehozzuk a teszt könyvtárat és létrehozás. Természetesen ezt akármelyik fájkezelővel el tudod végeztetni, mivel hogy XFCE van fönt a gépen, ez a Tunárral készült el, rákattintunk, belépünk, nagy semmi van benne, és kivágjuk ezt a nevet, Ctrl-C-vel kivágjuk, ezt szépen összenyomjuk, és ezt kinagyítjuk, és akkor már lehet látni, hogy ide kell kattintani, szerkesztése, hát csatolási pontok szerkesztése, tulajdonjogátvétele, hát melyik lehet a jó választás, nyilván csatolási beállításoknál, ezt átállítjuk, csatolás a rendszer indításakor, nyilván ez a célom, és megkeressük a csatolási pontot, és Ctrl-V-vel beillesztjük, és leokézzük, majd lecsatoljuk, innét és visszacsatoljuk oda. Home, Laci, teszt. Látható, hogy már nem a RUN, meg média, meg egyéb könyvtárokban, hanem a saját könyvtáromba csatolódott fel, ami számomra nagyon kényelmes, mert ott gyorsabban megtalálom. Tehát, ahogy lehetett látni, egy lemez átformázása BTRFS rendszerre, megfelelő programmal, grafikus programmal nem okozhat senkinek problémát. A csatolása pontosan ugyanúgy működik a GNOME Disk meg egyéb grafikus felületen, mind ahogy megszoktuk, és ezek után természetesen már nekem a teszt könyvtárom működik, azaz kilépek belőle és visszalépek, és itt van a könyvtár szerkezetben felcsatolva a lemez, és használatra kész. Ő egy BTRFS fájrendszerű lemez, ami igazából, ahogy lehet látni, nem feltűnő, nem igazán érdekes számunkra, hogy milyen rendszer van, azt szerettem volna bemutatni, hogy az átformázás ilyen egyszerű. Természetesen mindenki mondhatja, hogy ennek igazából nem volt nagy értelme, hiszen ugyanúgy felcsatoltunk egy lemezt, mint akármilyen fájrendszerrel, tehát mondjuk az X4-essel. Nem kaptunk semmi előnyt, de természetesen kaptunk, hiszen nem X4-es a fájrendszerünk, hanem BTRFS, tehát megtettük azt, amit kell. Ezt a BTRFS fájrendszert tudjuk egy picit jobban használni, mint az X4-es. Nem egy égbe kiáltó különbség, de különbségek vannak. Múltkor megbeszéltük, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen előnnyel járhat talán, esetleg, ha neked tetszik ez a rész, az, hogy ilyen fájrendszert használsz nyilvánvalóan, és logikusan át kell gondolni, hogy kell-e. Ha neked ez nem kell, akkor használj X4-est, és utána semmi egyéb problémád nem lesz. Sok éven keresztül mindenki X3-ast, X4-est használt, nem volt azzal semmi probléma, most azért kipróbáljuk ezt a fájrendszert. Hogyha te úgy gondolod, hogy hát bizony egy kicsit a lehetőségeket ki szeretnéd használni, és nem csak egy egész lemez szeretnél átalakítani, és csak alapszinten rámásolok, használok, írok rá egyéb gondolatokat megtenni, hanem az alköteteket, köteteket szeretnéd használni, akkor tovább lépünk. Ezt már terminálba fogjuk megcsinálni, egyszerűen azért, mert olyan kényelmes programot, ami erre kihegyezett, nem találtam, illetve a másik indok az, hogy terminálba szerintem ezt simán meg fogjuk csinálni.
Azaz, mi a következő lépést csinálunk, egy darab alkötetet. Alkötetet, azaz egy olyan eszközt, ami ennek az adott BTRFS fájrendszernek a tulajdonsága, hogy ilyet tudunk létrehozni. Miért jó az alkötet? Mert az alkötet úgy rendelkezik a fájlokkal, mint egy könyvtár. Tehát ugyanúgy egy alkötetbe be tudod másolni, használni, írni, olvasni azt az alkötetet, de az alkötet felcsatolható. Tehát egyrészt úgy viselkedik, mint egy könyvtár, másrészt úgy viselkedik, mint egy partíció. Fel tudod csatolni oda, ahova akarod, több helyre is fel tudod ugyanazt az alkötetet csatolni, nyilvánvalóan ez se egy túl nagy csoda dolog, egyik olyan tulajdonsága sem olyan, ami megváltotta a világot, de véleményem szerint kényelmes. És természetesen, ami nagyon jó egy alkötetnél, egy ilyen eszköznél, hogy erről másolatot is tudsz készíteni, pillanatfelvétel, pillanatképet, és az mindegy mentés funkcionál, azaz nagyon-nagyon kényelmes dolog ez. Összefoglalva, alkötet. Egyrészt úgy viselkedik, mint egy könyvtár, másrészt úgy viselkedik, mint egy partíció, amit fel tudsz csatolni. Szuper dolog, legalábbis véleményem szerint természetes, és ez azt hiszem mindenkiben megfordul, hogy mindent és mindenhova alkötettel kéne megoldani, illetve a másik véglet mindent könyvtárral kéne partícióval, hagyományos particionálással megoldani. A kettő között meg kell találni azt az ideális egyensúlyt, ami neked jó. Miért jó egy alkötet? Több helyre felcsatolható, azaz felcsatolhatom egy megfelelő, mondok egy példát, videók alkönyvtárba, ahova a videók készülnek. Ez a hagyományosan megadott videóknak a helye, amit minden rendszer ismer. Igen ám, de hogyha ide készül a felvett videó, és én szeretném ezt felcsatolni egy másik könyvtárba, nyilvánvalóan akkor meg tudom tenni, és mind a kettő helyen látszódni fognak azok a fájlok, azaz végtelen plusz egy elgondolást össze lehet rakni, ha arra szükséged van. Azaz, létrehozunk egy darab alkötetet. Az alkötet létrehozása nagyon egyszerű, terminálba ígértem, hogy megcsináljuk, beírjuk, hogy BTRFS, tehát ez a parancs, és megadjuk neki, hogy légy szíves már alkötetet készíteni, készíts, kreáte, csináljál már ilyesmit, és hova? Nyilvánvalóan alkötetet csak BTRFS fájrendszerbe tudsz létrehozni, létrehozhatsz egyébként bárhol, de én ezen az adott lemezen, amit ide fölcsatoltunk a teszt, akkor teszt volt, most már teszt kettessé neveztem át ezt a dolgot, mert már kezdtem használni ezt a rendszert, és azért jobban szeretem, hogy a teszt 1, 2, 3, nekem megvan adva, hogy mire használom ezeket a könyvtárakat. Na, a lényeg az, hogy teszt kettes, alá felcsatoltam az előbb, nektek pár perce, nekem egy kicsit régebben, pár órája, elkészített BTRFS fájrendszerű lemezemet, föl van csatolva, arra tudsz létrehozni egy alkötetet, ami ilyen fájrendszerű, máshova természetesen nem. BTRFS, subvolume, create, és oda, ahol akarod, amelyik lemezen, vagy amelyik partíción, vagy ahol te szeretnéd. Hát el is indítjuk, és mit mond, hogy meg is csináltam, first nevű első lett a neve, és itt van. Úgy néz ki természetesen, mint egy könyvtár. Na hát ebbe az alkönyvtárba most pakolni fogunk. Azaz, létrehozok ebbe az alkönyvtárba egy mappát, aminek az lesz a neve, hogy OSDR. Jó? Ezt azért hoztam ilyen fura névvel létre, hogy biztosan tudjuk, hogy ez ez. Oké, van egy könyvtárunk, hát a könyvtárba illik valamit tenni, ha már könyveink nincsenek, akkor egy üres fájlt oda beteszünk, aminek a neve legyen test.txt. Ezt meg fogom nyitni, és írunk bele pár sort. Az lesz beleírva, hogy pár sort írtam bele pötty. Remélem jól írtam, teljesen mindegy, lementjük. Ez csak azért, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy minden teljesen oké lesz, hogyha ezt felcsatoljuk máshova. Azaz, létrehoztunk egy alkötetet. Mit kell tudni egy alkötetről? Azon kívül, amit elmondtam, természetesen azt kell tudni, hogy az alkötet mérete megadható,
jelenleg nem kvótázzuk le, nem kap egy kvótát, elég összetett dolog a kvótáknak a beállítása, nem szoktam ezzel különösebben indok nélkül foglalkozni, illetve az alkötet úgy viselkedik, ahogy mondtam, mint egy könyvtár, tehát a mérete maximum a szabad hely méreteig terjedhet, de odáig elterjedhet. Azaz nem úgy viselkedik, mint egy partíció, aminek előre megvan adva egy darab pontos mérete, annál nagyobb, alapesetben nem lehet, tehát ez nagyon kényelmes dolog, hogy egy partícióként viselkedő eszköz végtelenül, mármint úgy értem a végtelen, hogy a tárhely méreteig, az adott lemez méreteig simán feltölthető, illetve természetesen használható. Természetesen megé jöhetne a kötözködés, hogy minden értelme van, fölösleges, ugyanolyan, mint egy könyvtár. Természetesen mi már tudjuk, hogy az alkötetek nem olyanok, mint egy könyvtárak, sokkal kényelmesebb tulajdonságaik vannak ahhoz képest, mint egy sima könyvtár, bárhova felcsatolhatóak. Ez egy nagy előny, nyilvánvalóan át kell gondolni, mindig elmondom, meg még ötször el fogom mondani legalább, hogy át kell gondolni, hogy mit csinálunk, és melyik a kényelmesebb. Van, amikor könyvtár, van, amikor alkötet a kényelmesebb számunkra. Na hát jelen pillanatban felszeretném csatolni ezt az alkötetet, ami egyébként úgy néz ki, mint egy könyvtár, de egy kicsit lemez tulajdonságokkal is, partíció tulajdonságokkal is rendelkezik. Hát hogyan csatolunk fel valamit Linux alatt, ugyanúgy, mint idáig, természetesen. A legegyszerűbb felcsatolási módszer az, hogyha terminálba megtanuljuk, mit, hol van, hova. Ennyi. Tehát megmondjuk neki, hogy sudo, természetesen a csatoláshoz a sudo illenődő dolog, mond, csatolás, ezen a lemezen van. Természetesen megnézed, hogy melyik lemezen van. Azt hiszem ez egyértelmű, tehát nem azt jelenti, hogy nálad biztosan az a SDB-n lesz ez a kötet, ez az alkötet, így pontosabb, hanem megnézed, hát nyilvánvalóan én fejből tudom, hogy az én ezen lemezem SDB néven fut, és aztán kötőjel, kötőjel O, ez nem nulla, ez O, és megmondjuk, hogy alkötet. Tehát mit akarunk fölcsatolni? A föl akarjuk csatolni az SDB lemezemen lévő first elnevezésű alkötetemet. Ennyi. Tehát gyakorlatilag az első része azt hiszem egyértelmű, és megmondjuk, hogy hova. Home, Laci és három darab A betűvel ellátott könyvtár. Na, mielőtt én ebbe belecsatolnám ezt, megnézzük, hogy mi van ezen könyvtárba, a nagy semmi van ebben a könyvtárba, azaz gyakorlatilag meggyőződtetek arról, hogy ez egy üres könyvtár, és nem varázsolok oda bele semmit, hanem felcsatoltatom ezt a, hát hogy is mondjam, partíciót, hívhatjuk partíciónak is, vagy hívhatjuk alkötetnek is, vagy hívhatjuk akárminek is, a nevét megnézem az a jó lemezen lévő alkötetet szeretném fölrakosgatni, nyilván egy kis trükk, ha van sok lemezed, és azt több alkötetre szétosztod, érdemes nem egyforma nevüket adni, tehát az egyes lemezen, az első lemezen, a B lemezen van egy first, első, a második lemezen, mondjuk az SDC lemezen ne legyen first, akkor nem keveredsz bele, jó? Tehát egy logikus nevet kellene adni, és nem átfedést lehet, hiszen másik lemez, másik alkötet, tehát gyakorlatilag lehet különböző lemezen ugyanolyan nevű könyvtár, azt hiszem egyértelmű, ugyanolyan nevű alkönyvtár, tehát ez nem szokott gondot jelenteni, egyértelmű, de igazából, hogy nehogy belekavarodjon az ember, érdemes valami rendszert kitalálni, meg nem 101 alkötetet készíteni, mert nincs annak túl nagy értelme. Azaz gyakorlatilag meggyőződtem, a lemez jó, az alkötet név jó, és a könyvtár jó. Azért kell megnézni, mert előfordulhat, hogyha valamit elütsz, akkor hibajelzést kapsz, és a hibajelzéssel elkezdi keresni az ember, hogy mit tolt el, jobb egyszer rendesen megcsinálni, azaz Enter, hát megkérdezi a jelszavamat, ez tesztrendszer, és teszt azaz olyan rendszer, amin nekem három darab A betű a jelszavam, és Enter, oké, mi történt? Semmi nem történt. Ő kéri azt, amit ki kell neki, rendesen lefuttatta a dolgot, egyértelmű. Hát bizony nézzük meg, hogy fölcsatolódott-e, belekerült-e az a könyvtáromba valami. Igen, bent van a fura nevű könyvtáram, bent van a fura nevű TXT fájlom, és megnézem természetesen, hogy ő bizony, hát ide pár sort írtam bele,
Gyerekek, szuper! Na hát kérdezzük meg magunktól, hogy a másik, azaz a másik helyen lévő alkötet a Teszt 2-es könyvtárban lévő alkötettel mi történt? Nézzük meg, ez a legfontosabb. Mindig nézzük meg, hogy mi az, ami érdekel, és ne gondolkodjunk, ott is megvan, itt is megvan. Szuper, szuper, igaz? Akkor most én azt fogom csinálni, hogy felmegyek ide, elmegyek ide, fölmegyek ide, visszaívom ugyanazt, és beírom, hogy ez legyen ott, hogy videók. Hosszú? Igen, videók. Figyeljetek rá, nem kell lezáró perjel, és leenterezzük. Szuper, leentereztük, felcsatoltuk, ugyanazt a kiírást csinálta. Mi történt? Hát bizony, felcsatoltam egy másik helyre, videók, ops, ugyanott megvan, ops, ugyanott van, és bele fogom írni, hogy ide beírom, hogy megváltoztattam. Oké, lementem, nyilván becsukom, megpróbálok odafigyelni, hogy mindig mindent mentsek, és megnézzük, hogy az a alkönyvtárban megváltozott-e ez a fájl. És látjátok, na megnyillana, hogy igen, megváltoztattam, látható egy darab alkönyvtárat, nem is alkönyvtár, de hívhatjuk alkönyvtárnak, nekem a szám jobban rááll a könyvtárra, mint a kötetre. Egy darab alkötetet már három helyen tudunk használni. Persze nem lesz háromszoros nagy hely, nem foglal el háromszorosan annyi helyet, meg nem háromszorozódik meg a tárhelye, de gyakorlatilag bekötögettük három helyre, azaz kényelmesen itt is, ott is, amott is tudjuk használni. Ez nagyon kényelmes megoldás, és szerintem mindenkinek érdemes elgondolkodni, hogy a BTRFS fájrendszernek az alkötet megoldása számára ad-e plusz, vagy nem ad. Ha ad pluszt és tetszik neki, használjon BTRFS fájrendszert, még ha nem is arra telepít, mert annyira nem bízik meg benne, még hogyha nem is arra készíti el a mentéseket, vagy esetleg azon dolgozik, de állandóan lementi egy másolással, vagy egy másolós megoldással az állományait, mert egyelőre még bizonytalan, hogy ez neki megfelele, azaz azért ezzel lehet variálni. Jó kis cucc, véleményem szerint. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!